Ez a műsor a Showcast műsor család büszke tagja. Gondolkoztál már azon, hogy milyen lenne okos otthonban élni? Okos otthonban élni. Vagy már abban élsz, de szeretnéd fejleszteni? Szeretnéd fejleszteni. Jó! Jó hírünk van! Június 3-án, 4-én, 5-én érkezik a második Smart Home Expo. Expo. Ott lesz az első okos otthon alapokon működő szabaduló szoba, de lesznek szakmai bemutatók, újdonságok és a hazai szakértői közösség nagyágyúi. Második Smart Home Expo. Június 3-4-5. Lurdi Ház. További információ és jegyelővétel a smarthomeexpo.hu oldalon. A smarthomeexpo.hu oldalon. Műsor betöltve. Hoztok élesítve. A rendszer készen áll arra, hogy felkészítsen téged az okos otthonok legfrissebb trendjeire, az alapvető tudnivalókra. Kezdünk! Üdvözöllek, kedves hallgató! Ez itt az Okos a mai alkalommal is itt van kedvenc másik házigazdám Fabó Gergő. Szia Gergő! Hello, sziasztok! Én pedig Zsák Peti vagyok, és a mai alkalommal a Smart Home Expo-ról fogunk beszélni, ami nem sokára következik, illetve hogy tavaly mi is történt itt, hiszen Gergőnek is oszlopos része volt ebben. Hát a... ha oszlopos nem is, de azért egy ilyen, nem tudom, egy ilyen tartóelem voltam, Így egy van. minimális ideig. Ja, igen, szóval, hogy tavaly ti rendeztetek egy Smart Home Expo-t, így a Covid kellős közepén arra gondoltatok, hogy milyen fán lenne ö, szervezni egy expót, ahol, amikor még nem nagyon lehet menni rendezvényekre, és ö, teljesen online volt ez az egy. egész. És azt mondjuk el, hogy én úgy voltam részt benne, hogy az őrültekes srácok a tehát hogy Csongor meg Geri volt, aki hoztolt az egészet. Én meg néha-néha bementem, és uh, vicceseket mondtam, vagy próbáltam mondani, meg volt egy ilyen nagy közös beszélgetés, uh, amúgy azt nagyon elvesztem, uh, meg az akkori mi vagy az őrültekes bol volt így a... Az egész, így Hát a, így a hákó az úgy akkor az volt. És uh, nekem tudom, hogy akkor volt valami nagyon, mu vagy nagy munkám, és így én csak így berohangáltam, de én azt láttam mindig, hogy ti ott ültök, nyolc gép előttetek, szóval, hogy így nagyon érdekes volt látni, há, vagy a, a, hogy mondják ezt a színfalak mögött, hogy milyen is egy online e, eseménynek a megszervezését, de hogy beszélgettünk akkor erről, de szerintem mondjuk el, hogy ez hogy, egyetem, hogy jött az ötlet, vagy mi, mi, volt így az indítója. Jó, tehát a téma az meg volt, tehát az, hogy Igen. okos otthon, az oké. Okay. Abszolút. Abszolút. Annó, ugye azon gondolkodtunk, és ugye a szervezést 2020 nyarán kezdtük, és hát ugye 2020 nyara volt az, amikor elmúlt az első Covid hullám, és akkor azt mondta az ember, hogy oké, okay, hát biztos lesz második itt ősszel, de az szépen lecseng, és nyugi lesz, és akkor január-februárban nagyon szépen lehet konferenciázni. És hát azért már ugye elkezdtük ugye a, a szervezését, és nézegettük akkor helyszínen, hol legyen meg hasonlók, de egy ősszel már látszódott, hogy itt ez, ez nagyon necces lesz, és euh, akkor elkezdtünk rajta gondolkodni, hogy mi, mit lehet tenni. És euh, akkor azért a, a már elindultak ezek az online konferenciák, bár még nagyon gyerekcipőben jártak a például a mostani állapothoz képest, és nagyon filóztunk, hogy, hogy merre tudnánk indézni, hogyan tudnánk elkezdeni ezt az egészet. És hát megállapítottuk, hogy oké, okay, hát akkor lehet, hogy egy hibrid konferenciát csinálunk, tehát lesz egy egy olyan hely, élőhely, ahová mondjuk 20 ember befér, és akkor azt ott felveszünk élőbe, és azt közvetítjük, és aztán online konferencia lesz belőle. De ugye a, a járvány az eléggé oda tett, úgyhogy ezt a részét törölhettük mindenestől, és akkor így maradt az, hogy hát ezt csináljuk akkor online a nehezítés ebben nyilván az volt, hogy egyszerre három színpadon kellett nekünk három különböző témát összehozni. Ugye maga a rendezvény, ez egy háromnapos rendezvény volt, és nagyjából egy olyan 52 előadás hangzott el ez alatt a három nap alatt, ez több mint 24 órányi anyag. Hát meg nem is akármilyen előadók, tehát hogy itt azért voltak. Ez abszolút hogy mondjam, voltak azért így a szakmának így a, a nagyjai, és azért ott voltak, meg nemzetközi szintről is érkeztek, igen, igen, igen. de hogy még, még nem menjünk bele az előadókba, inkább itt az a, az, a, az érdekes számomra, hogy oké, okay, COVID, meg ettől egyáltalán nem idegen az, hogy ezt online tartod meg, igen. de azért az online konferenciának, a Covid előtt, habár volt egy alapja, de azért nem az a szint volt, amit ti azért itt összeraktatok, hogy ha, tehát, hogy konkrétan lemodelleztetek egy nagy expót csak az online térben, mert hát az, igen. hogy három színpad, ugye itt most így három különböző előadást tudtál volna nézni egyszerre, hogyha ügyes vagy, ezek folyamatosan takra működtek, nagyon sok élőzés volt, és, és tényleg, aki abban az időszakban otthon ült, mert mit csinált volna, nagyon nem lehet egy menni, bekapcsolta is számítógépét, vagy tévét, vagy bármi, és tényleg úgy érezhette magát, mint egy tök király konferencián vesz részt, csak közben a kanapéjáról, tehát hogy nem az volt, hogy így ment mindenhova, meg nézelődött, meg szedte a szórólapokat, hanem ezt így online. Ennek a technikai kivitelezése, erről szerintem egy beszéljünk egy picit, mennyire volt az akkor számotokra, mert én így külsősként azt láttam, hogy nyolc gép zakatol a, az akkori kis irodába és hát így ne ne, a az, 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 az tes, teszemed az így négy felé állt, kb. <laughs> állandóan, de hogy ennek így a technikai részleteit, meg leginkább meg az, hogy ezt így leszervez, Tehát, hogy, hogy az nem tudom mennyire titok, de most én akkor, hogy ez sok minden, úgy a felvételről ment. Sőt, a, le, tehát Az előadásokat az direkt úgy terveztük emiatt, e hogy felvételről menjem, mert azt mindenki tapasztalta már a különböző meetingeknél, meg hasonlóknál, hogy ott azért megakad az anyag. Pont akkor fog megakadni, amikor te következel, beszélsz és nem hallatszol és nem látszol. Emiatt főleg ezt, hogy három színpadon kell produkálni, így is bűven volt. Ö különböző baki, ami becsúszott a, a, történetbe, amin én a maradék hajamat is elvesztettem, hozzáteszem, de, de így még mindig sokkal jobb volt, mert ugye úgy nézett ki a dolog, hogy az, a felvételről ment az előadás, de az előadó attól függetlenül ott volt vonalban, és őt figyelte a hozzászólásokat, és, és próbált közben válaszolni. Úgyhogy igen, ez abból a szempontból is nehéz volt, hogy az eredeti elképzelésünk ugye az volt, hogy ezt mindegy felhőszolgáltatásból indítjuk a videókat és hasonlókat, és ezt nem tudott egy technikai ok miatt megvalósulni, ezért ott mit helyből streameltük, ugye azért is költöztünk át hozzátok, mert írtó combos internetetek volt ott a helyszínen, és azt az internetet vettük igénybe, mert hogy ugye a mi író akkori hát vezetékes internet sem volt, mert ugye az a saját házunkban, van, ahol ezt már többször kifejtettük, nincsen vezetékes internet elérés. Úgyhogy, úgyhogy ez volt az alapvető oka, és hát nyilván ez úgy tudott megvalósulni, hogy minden színpadhoz tartozott egy külön számítógép, ami külön streamelte az adott színpadra az adott eseményeket, Közben igyekeztünk ugyanarról a számítógépről az embereket beengedni a terembe, kiengedni, válaszolni a kérdésre, kérdésekre, illetve közben ugye a, a regisztráció folyamatában, akik beléptek, azoknak a megfelelő jogosultságok kiosztásának az igazítása is volt közben. És hát ne felejtsük el, hogy azon kívül, hogy voltak előadó termek, voltak hát standok, nevezik standoknak őket, ahova körbe lehetett nézelődni, és ott kiállítók voltak, nekik voltak mindenféle kuponjaik, velük le lehetett ülni, beszélgetni, és hasonlók. Tehát, hogy közben, és végig volt emellett egy ilyen kis kávézó rész is, ahol lehetett beszélgetni, tehát közben zajlott mindenféle esemény, és ezeket próbáltuk mondjuk inkább ebbe az irányba kevesebb, mint több sikerrel követni, hogy melyik helyszínen, melyik kis részeken mi történik. Ehhez rengeteg számítógép kellett, meg nyilván élő erő is, mert egy ember ezt nem tudja ellátni, úgyhogy itt a csongi meg a... Ugyanúgy a Fabó is kivette a részét, amikor bent volt, meg a, Geri is kivette. Geri mondta föl az összes bemutatkozót. Hát igen. így van, Csongorral együtt, így van. Ő kedvenc az Lightner színpad, ugye? Ha emlékszel, még mindig emlékszel, úgyhogy majd, majd ha más nem, erre felkérem Gerit, hogy a Erektok előadást az ő, ő jelentse, mert ez annyira ment neki. Amikor elkezdettek egy ilyen eseményt szervezni. Akkor mi a. Tehát, hogy, hogy honnan nézitek a, az igényeket? A végfelhasználó itt a cél. Hogy, tehát, hogy érted mi a kérdés, hogy hogy építitek Abszolút. föl a, a struktúráját az egész? Mert azért itt nagyon sok ö, ilyen. Ö, is, vagy réteg témáról is volt szó, de voltak ilyen nagy általánosságok is, nagyjából. Minden. Tehát, hogy azért ez így mindenfelé lőtt, de volt volt egy irányvonal, ahol amin keresztül mentetek, és tovább megyek, erre hogy találtok embert, hogy erről beszélgessen? De alapvetően a megnézed pont azért, mint hogy mondtad, ez egy indító esemény volt, ilyen nem nagyon volt még. Igény nagyon van a piacon, mind a végfelhasználók irányából, mind pedig a cégek irányából is, hiszen el lehet menni egy konstrumára, mindig ezzel szoktak nekem példálozni, hogy ez miben más, mint a konstruma. Hát ha kimegy az ember a konstrumára, akkor pont fogja tudni, hogy miben más. A konstruma az egy megközelítőleg ezer kiállított, megmozgató esemény ahol hát oda mehetsz a, az okos otthon gyártóhoz, és elmondhatod, hogy vagy éppen forgalmazóhoz, hogy mit szeretnél, de azért ott nem az a tipikusan jellemző, hogy ott akkor nekiállsz és ezekről beszélgetsz, hanem mindenki csak gyorsan begyűjtögeti a kis füzetkéjét, és aztán megy tovább, aztán majd otthon megemészti. Mert hogy egyszerűen nincs idő erre. Ezt a konferenciát meg nyilván úgy terveztük tavaly is, meg idén is úgy tervezzük, hogy ez csak erről a témáról szól. Itt nem lesz ezer kiállító, olyan 15-16 kiállítónál meghúztuk a, a, határt, hogy ennyi, mert ez ennyi az, amit még értelmesen lehet kezelni. Itt a kiállítóknak is olyan szinten tudunk segíteni, hogy akkor egyesével végig tudjuk velük beszélni a saját standjaikat, mint ahogy az élő, vagy a online részen is ez volt. És a és tudjuk azt mondani, hogy oké, okay, a végfelhasználóknak azokat a megoldásokat próbáljuk elhozni, amivel találkozhatnak a mindennapok folyamán, akik már valamit bizonyítottak ezen a szinten. És legyen lehetőségük tényleg egy napon belül, hogy oda megy, akkor felmérni azt, hogy melyik az, ami neki tetszik. Nyilván ott rögtön nem fog tudni dönteni, de akkor is egy egy olyan kört meg lehet ejteni, amit egyébként külön telefonálgatással elmegyek hozzájuk, megkérdezem mindegyiket egyesével, kellene nekünk ezt megoldani. Tehát a, a cél az egy kicsikét kettős még mindig, mert szeretnénk edukálni a végfelhasználókat, nekik szeretnénk az expo irányából megmutatni, hogy, hogy mit is lehet elérni az okos otthonokkal. A másik irány viszont, hogy a szakma is nagyon igényli, hogy legyen egy olyan Ferület egy olyan, olyan, közösség, ahova ők, ők meg tudják ezeket a gondjaikat, eseményeket, jövőbeli elképzeléseket beszélni. Mert akármennyire furcsa, és akármennyire mondhatjuk azt, hogy konkurencia a piacon egymásnak, azért ugyanúgy, mint az autógyártásnál is, kell egy közös alap. Itt is ugyanez igaz, hogy, hogy kell egy olyan közös alap, amivel megjelenik a, az összes disztribútorgyártó Telepítők is megbeszélik azt, hogy mi az, amik szerintük fontosak, és, és emiatt aztán ez az egész nyilván most át átcsatornázódik egy kicsikét az Okos otthon Szövetségbe is, ami éppen megalakulóban van, hogy legyen egy ilyen, ilyen szakmai keret, mert igény van rá. Uh -huh. És a tavalyi ö, esemény, melyik volt az, ami ilyen kimagaslóan számodra is, vagy egy szakmai szempontból uh -huh. is, meg végfelhasználói szempontból is izgalmas volt, meg hogy nagyjából mik voltak így a visszajelzések így a tavalyi expóról kapcsolatban? Hát én azt láttam, hogy akik részt vettek tavaly, egy napra eljöttek, akkor általában mind a három napon nagyjából ott voltak. Uh -huh. Tehát, hogy arányaiban jellemző, hogy olyan a 60-70 százaléka azoknak, akik részt vettek, azok ott voltak mind a három napon, annak ellenére ugye egyszerre nyilván mindenki mindent nem tudott lefedni, de igyekeztük a témákat is úgy rakni a három színpadon, hogy kicsit különböző témák legyenek, hogy a, ha arról van szó, akkor tudják követni a, az eseményeket, és tudják a számukra érdekes dolgokat előszedni. Azért az okos otthonnal kapcsolatban rengeteg, igazából a, a, az otthonunkat lefedő összes, ahogy korábban is beszéltük, szakág valamilyen szinten bekerül, és igyekeztünk, Szakákokat is felkérni, hogy ők is beszéljenek, tehát például légtechnikáról léhte ugyanúgy beszéltek a, a, a konferencián, mint mondjuk egy adott okos otthon automatizálási rendszerről, vagy éppen egy villamossági tervező alkalmazásról vagy hasonlókról. Úgyhogy ezt ebből a szempontból igyekeztük végigvinni, és nagyon pozitív visszajelzéseket kaptunk. Nyilván problémák előfordultak az elején is, hogy valaki esetleg nem tudott belépni, de ezt viszonylag gyorsan tudtuk orvosolni. Illetve utólag is többször visszanézték azokat a videókat, amik érdekelte őket, mert hogy, hogy nyilván, ahogy mondom, 24 órányi plusz videóból azért viszonylag töményen átadva a tudást, azért ezt, ezt eléggé nehéz megemészteni egyszer, és jó, hogy vissza lehet utólag nézni. Úgyhogy igazából ez volt a tervünk akkor is, hogy egy picikét egy olyan tudásanyagot hozzunk össze, amelyik nem csak Magyarországon, hanem úgy globálisan is egy kicsit ilyen, ilyen, univerzális és, és egyedülálló megoldás, mert hogy tényleg nem nagyon tudok mondani most olyan konferenciát, vagy, vagy bármilyen megjelenést, ami ilyen szinten erre fókuszál, hiszen ott van a CES, ott van az IFA, ott van az IZE, amik mind-mind egy nagy konferenciák, de, de nem erre fókuszáló, nem ilyen szinten erre fókuszáló konferencia. Nyilván ez egy réteg konferencia, tehát hogy, hogy, abból a szempontból egy kicsikét más, hogy ez aki az okos otthon érdekel, az fog idejönni elsősorban. Hát igen, csak ugye, hogyha megfigyeled, egyrészt az, hogy egy COVID alatt online körülmények között lehoztatok egy ilyen sikeres expót Magyarországon, most ez relatív, hogy Magyarországon, de hogy akkor is azért itt nyilván sokkal kisebb a piaca, meg azért itt nincsenek úgy elterjedve a végfelhasználóknál a termékek sem. Tehát tényleg itt azért már végbeszéltünk az elmúlt adások alatt egy csomó mindent, amire a te tipikus válaszod, jó, de hát Amerikában amúgy ez már tök bevált, meg, meg tökre működik, itthon nem, és még így is azért egyre több embert érdekel, ezt látjuk mi is mondjuk a számokból, látjuk abból, hogy az különböző okosatonos csoportokban mennyire, tehát vannak olyan emberek, és szoktam nézegetni, miket művelnek otthon, tehát hogy félelmetes, és hogy ami predestinálja, azt, hogy erre van érdeklődés, hogy idén megtartjátok a másodikat. Abszolút. Eh, ami már nem csak online, hanem offline. On-site. Oh, ez igen. olyan szépen hangzik, igen. hogy on-site. Igen, 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 igen. Abszolút. Most ugye az első két nap Budapesten a Lurdi házban lesz. Ez a 2022. június a negyedik. Ez egy péntek-szombati nap. A pénteki nap, a, tehát a, a kiállítási része az bárkinek bármikor látogatható. Az előadási részeket úgy oldottuk meg, hogy az első napon van inkább a szakmai, tehát a péntek az inkább a szakmai előadások napja, és a szombat meg inkább a végfelhasználóknak szóló előadásoknak az időpontja. És igyekeztünk olyan programokat kitalálni közben, amit egy kicsikét úgy meglendít és bevonza az embereket. Ilyen például az okos szabadulószoba, amit ugye ki lehet próbálni, és hát különböző okos otthon technológiák bevonásával alkottuk meg a, az élményt. Aztán ott lesz a robot porszívó verseny, amelyiknél különböző kihívásokat lehet teljesíteni, de igyekeztünk úgy csinálni, hogy a, a kiállítók mellett olyan startupokat is próbáltunk beszervezni, akik valamilyen szempontból újdonságot hoznak. Például ilyen a házi e, körülmények közötti gombatenyésztő megoldás. E, a, e, ők egy magyar startup fiatal srácok hozzák el, hét nap alatt a számodra szimpatikus vargány, a szimpatikus vargánya, stb. 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 Le tudod, egy ilyen nagyon kis pofás, ilyen, egy kicsit a retro rádió jut eszembe külalakra az eszközről, e, szépen fel tudod nevelgetni magadnak, és aztán azt a vargányát, akármit azt ott szépen utána be tudod fogyasztani. Érdemes lenne. Nagyon, De úgyhogy, úgyhogy üm, igyekeztünk olyanokat is hozni pont ezért, hogy, hogy ami egy kicsikét így kiri a hétköznapokból, uh -huh. és egy kicsikét mutasson üm, ilyen dolgokat. Ugye ez, ez az irányvonal van benne még, és hát természetesen ott lesznek a, a legjelentősebb gyártók. Tehát azért a tavalyi konferenciáról ugye a kiemelt támogatók az Electrocam Leitner, a Le Grand, a Kameleon, ők ott lesznek, ott lesz a, a Schneider, ott lesz a Tuja Magyarországi, illetve hát közép-kelet-európai régiós képviselője az EPS Connect, ott lesz a Tap Home, Ugyanúgy meg fogjuk találni a Marketcomnak a, a kiállítói részét, az okosotthon.bolt.hu-t, aki kint volt egyébként a konstrumán és eléggé népszerű, nagy népszerűségnek örvendett. Ugyanígy várjuk a majd a kiállítóink között, a, remélhetőleg a, a, a Somfi is ott lesz, tehát a redőny irányából is lehet beszélgetni a dolgokról. Ott lesz a Jabun Home, akik ugye egy nyílt forráskódú okos megoldásra a Home assistant építenek egy, egy fenntartható telepíthető megoldást. Tehát számos olyan kiállító lesz ott, aki, aki ebben a témában valamilyen szinten mozog, Mondhatjuk azt is egyébként, hogy a tavalyi kiállítás egy kicsikét ilyen közösségteremtő volt, hiszen azt látom, hogy azok a, a cégek, részvevők, akik ott voltak, 80%-ban valamilyen módon kapcsolódtak. Ha más nem, akkor elmentek az okos otthon laborba podcastelni egyet, de hogy, hogy, hogy ott voltak és köztük együttműködések indultak. Tehát azt látom, hogy igény van rá. Egyre jobban van igény a gyártói oldalról, meg hát azt látom, hogy a végfelhasználóknak az oldaláról meg még egyre nagyobb igény van. Az elmúlt nagyjából egy évben, amióta az előző kiállítás véget ért, sokat változott a, a felhasználóknak a, a nézete. Mind az online dolgokkal is, meg azzal is, hogy, hogy hogyan állna, mennyire tudatosan állnak az okos otthonok kiépítéséhez. Tehát számos esetben találkozok olyannal, aki azt mondja, hogy igen, most tervezzük a házunkat, de én már most szeretném végig gondolni, hogy milyen okos otthon megoldást rakunk majd bele, mi lesz nekünk az ideális dolog, mi legyen az, amit bele szeretnénk tenni. És ennek megmondom őszintén, nagyon örülök, mert ez lenne a, a fő átadandó információ, hogy beszélünk egy technológiáról, de amikor ezt meg szeretnénk otthonra tervezni, akkor felejtsük el a technológiát. Ez nagyon nehéz mondani nyilván, de, de azt a részét egyelőre felejtsük el, és egy azon kellene gondolkodni először, hogy nekünk annak a családnak, aki oda beköltözik, legyen az egyfős család vagy nyolcfős család, annak mik az igényei, mik a valós igényeik, mert az nem feltétlenül valós igény, hogy én szeretném villogtatni a lámpát non-stop, mert az lehet, hogy valamikor tetszik nekem, de két hét múlva már idegesítő lesz. Tehát, hogy pont ezeket a, a lépéseket átvenni, és azt látom, hogy, hogy ez az irányvonal azért egyre jobban átmegy, egyre jobban átmegy üzenetként, hogyha valaki most épít házat, vagy, vagy felújítja a lakását, vagy komplet okos otthon megoldásban szeretne valamilyen szinten gondolkodni, akkor akkor már elkezd ilyen szinten átvenni ezeket a dolgokat. A, nagyon érdekes, amit mondta, hogy hogy a tavalyi az ilyen közösségépítésnek jött létre, és hogy a cégek is elkezdtek ugye így egymással ott kóperálni. Nekem az maradt meg a tavalyi eseményről, hogy egyrészt amikor volt a mi közös beszélgetésünk, ott ö, sokan vágtunk sokszor egymás szavába, ö, hogy hívtuk, ez ilyen kerekasztal beszélgetés Igen. volt, akkor tökéletes volt, hogy amúgy ö, személyesen sokkal nem ismertük egymást, de hogy így megvolt a közös kapcsolódás, mert amikor témákat hoztunk fel, mindenkinek megvolt... Csillogott volt, a szem, igen. ugye? Ja, persze, hát ezt hallottam, és mindenkinek meg volt a véleménye rá, és volt, aki, volt, aki technológiai részről ö, közelítette meg, volt, aki végfelhasználói szempontból közelítette meg, és ezt akarom mondani, hogy volt tavaly, segíts, mert nem fogom tudni a nevét, hogy, hogy volt egy csapat, akik konkrétan Budapesten felépítettek egy teljesen okos otthon házat, amit így ki lehet bérelni, vagy nem is így tudom. Így van, van, a Camilla Smart. ja, ja volt, igen, igen, van. igen, igen. És hogy ez az érdekes, hogy vannak tehát, hogy vannak azok a végfelhasználók, akik, hát én szerintem téged is ide sorollak talán, uh -huh. hogy azért expertek vagytok a, uh -huh. a témában, és mondjuk, ha, ha jön egy ötlet, akkor azt megcsináljátok, de nyilván nincs mögöttetek egy hatalmas nagy gyártócég, vagy aki ebben foglalkozik, de ti, mint expert végfelhasználók, egy csomó mindenre rájöttök, Kitaláljátok, akár el is mondjátok, hogy ezt így lehet megcsinálni, meg így van értelme nekem, mint hozzáértőnek és mint végfelhasználónak, és hát ez a nagy cégek szempontjából azért egy milyen, tehát nem kell neki tesztelnie, nem kell neki fókuszcsoportokat csinálni, hanem elmegy egy ilyenre, és látja, hogy ja, amúgy normális emberek, akik értenek ehhez a technológiához, ezt rakják össze, mert amúgy zsenik. És hogy szerintem ez a, tehát valahol itt kell megfogni ezt a. Ennek a, a közösségnek az alapját, hogy bármelyik oldalról jön onnan az ember, itt egy olyan közös pontról lehet beszélgetni, aminek a végeredménye az, hogy ez így jobb lesz, amit csinálnak Tapszott. a nagyok, jobb lesz, amit csinál a kicsi, meg jobb lesz a végfelhasználónak. Igen. És én tökre azt éreztem ott, tavaly, én mondom úgy, hogy én azért nagyon nem voltam ott végig, hogy, hogy valahogy ez kezdett el kialakulni. Egy -két, én egy-két ilyen szobó beszélgetésbe olvastam bele, meg hallottam is, amikor így voltak ilyen reflektálások, hogy, hogy, hogy nem az, tudod, nem az volt, hogy ilyen butácska és laikus kérdések voltak, mert Sokszor ebből indul ki az ember, hogy aki ide eljön, az, az nem tudja, hogy mi ez az egész. Hát nem, aki oda elmegy, az tudja, hogy miről szól. És neki már a level hármas kérdést teszi föl, tehát tudja, mi ez az, az eszköz, és hanem azt hiszem, hogy mi lenne ha. Tehát ezeket a kérdések jöttek leginkább, mm. meg hogy hogyan lehetne úgy, meg miért nincs úgy. És hogy azt mondom, így a, az egész otthon világnak így jót tesz. És gondolom, hogy idén is azért erre így nagyon rá fogtok pörögni, hogy legyen egy ilyen közösségépítés, meg legyen azért beszélgetés. Én saját magamból kiindulva, bármikor ilyen, amikor ilyen tech uh, konferencián voltam, uh, akkor akkor, hát én az előadásokat így tök őszintén, csak ami így nagyon-nagyon érdekelt. Amúgy én mászkáltam és beszélgettem el, mert, mert az sokkal izgalmasabb, hogy nyilván kapcsolatot épített, ez az jó, de hogy így vitas már meg egy témát, ami így mert hiszen olyan embereket vagy ott, akivel amúgy nem találkozol élőben, vagy máskor. Uh -huh. Gondolom azért erre így ráfogtok most. Abszolút, és ez azért érdekes, amit mondasz, mert ebben teljesen másképpen csináltuk most az idei élőt, mint a tavalyi online. Ugye a tavalyi online időszakban igyekeztünk minél jobban belezsúfolni az előadásokat, és, és az interakciókat kiterelni a szobából. Most annyiban másképpen építettük föl, hogy lényegesen lecsökkentettük az előadások számát. Tehát az első napon 6 vagy 7 előadás lesz összesen. Úgyhogy reggel 9.30-kor kezd Balópetya egy kínóttal, és utána az előadások úgy néznek, ki, hogy egy 40 perces előadás és egy 20 perces beszélgetés van utána. Tehát a szakmai irányból is pont azt próbáltuk megfogni, egyrészt, hogy olyan előadásokat fogunk elhozni, vagy olyan előadások lesznek, amelyek kifejezetten szakmai témát fognak, tehát nem egy sales speech kell számolni, azért 40 percben előadást tartani, az olyan szempontból a kihívás, hogy hát 20 percben összeszoktuk foglalni, és akkor abban elmondom, 40 percben azért fenn kell tartani az érdeklődést. És olyan témát kell hozni, és ez is a, a célunk az előadással kapcsolatban, olyan témákat hozni, amelyik igenis érdekli, a szakmai közösséget, és itt a szakmai közösséget nem, nem azt kell érteni, hogy most feltétlenül csak villanyszerű, csak telepítő, hiszen rengeteg olyan hobbista is van, és múltkor leszittak, hogy azt mondom, hogy hobbista, mert az degradáló, szerintem egyáltalán nem, sőt, az, aki a szabadidejét arra áldozza, hogy önmagát képezze valamiben, és abban olyan szinten haladó legyen, expert legyen, hogy azt utána a saját szívásai által is, de, de, ki tudja vitelezni, azt szerintem minden irányból becsülendő, és ez egy, ez egy teljesen más megközelítése a, az otthon barkácsolók valamit, és az majd tök jó lesz, mert hogy igenis tudás van mögött ilyenkor mindig. És én megmondom őszintén, hogy a hobbistákra is számítok ezen a téren, hiszen teljesen, ahogy mondta, teljesen más meglátásaik vannak, és az, a, az az egyedi meglátás, ami egy kicsit végfelhasználói meglátás, de mégis szakmai tudással rendelkező, az egy újabb látásmódot tud bevonni a képbe, és esetleg árnyalni tudja azokat a témákat. Úgyhogy a szakmai napon ez az elképzelés, hogy ott egy beszélgetés alakuljon ki az adott témával kapcsolatban, és, és kérdések merüljenek fel, és vita, legyen értelmes vita, mert, mert az idei expónak a témája egyébként nagyjából a jövő okos otthona lenne, és ezt azért is próbáltuk ilyen szinten tartani valamennyire ezt a képet az előadások szempontjából is, mert ez egy olyan gyorsan változó piac, egy olyan gyorsan változó terület, aminél azt sem tudom megmondani, hogy évvégére mi fog történni, nem, hogy öt vagy tíz év múlva. És hát találgatni lehet, tehát azért nyilván itt is vannak futurológusok, akik úgy eltervezik és elmondják, hogy majd miben fog változni, aztán vagy bejön nekik, vagy nem. De nem volt még ezen a téren meg az okos otthonok iPhone-ja idézőjelbetéve. Tehát nem volt az a technikai robbanás, az a hirtelen valamilyen változás, ami az egész iparágat felforgatná. Erre még várni kell, és ezért nyilván én nem mernék semmibe se azt mondani, hogy majd ez így meg úgy lesz, mert egy az hogy nagyot égnék fele, hogyha nem úgy lenne, a másik meg az, hogy tényleg felesleges tippelni. Azt nagyjából el lehet mondani, hogy a mostani állapotok alapján mik fognak kicsit változni jobbra-balra, és erről lesz egyébként kerek azt a beszélgetés. tehát hogy érdekes módon a végfelhasználóktól is, meg a, a gyártók generál kivitelezők, befektetők irányából is volt egy ilyen kérés, hogy csináljunk olyan kerekasztalt, amit ez a State of the Industry jellegű, tehát hogy hogyan is áll most ez a piac, és hogy, hogy a, mi, mit is tudunk erről a piacról, vagy mi az elképzelések ezzel kapcsolatban. Egy ilyen jellegű kerekasztal beszélgetést tartsunk, úgyhogy az első napon ez lesz majd a téma, mert sok apró kis puzzle darabból, ami rendelkezésre áll egyik másik szereplőnél, azért egy egész jó képet össze lehet rakni legalább arra, hogy nagyjából az év végig mire lehet számítani, hiszen rengeteg újdonságot várunk, nem csak eszközszinten, ugye itt már a medőről többször is beszéltünk, mint lehetőségről, ami egy kicsikét összehangolná itt az okos otthonokat. Eznek a megjelenése folyamatosan csúszik, eredetileg már az expóra vártuk, hogy majd már akkor megjelenik, most már szeptemberre mondták, de én még mindig a Q4-re a megjelenését. Tehát, hogy pont ezek, ezeket, a, és itt is mindig egy picit világosabb lesz a kép, erről szeretnénk kerekasztal beszélgetést tartani. Uh -huh. Csöpögtöttél azért gyorsan itt a beszédet közben egy-két olyan infót, ami lesz, nem ne sikoljunk el, ilyen szó nincsen. Egyrészt uh, uh, be, hát bedottad így csak így felváról, hogy Balogh Petja fog előadni. Akkor csöpögtess még, hogy ki, kik azok, akik így előadnak, és amit így érdemes mindenféleképpen megemlíteni? Hát Balogh Zoltánt, a KNX Magyarország Szövetségnek az elnökét megkértem, hogy ő is tartson egy kicsit. A, ugye a knx -ről érdemes tudni, hogy ha épületeutomatizálásról beszélünk, akkor ő, ő a idézőjelbe téve a nagy öreg. Tehát az a, az a résztvevő, aki az épített az automatizálási szabványt itt Európában legalábbis kőbe szabványba fektette. És nekik is vannak olyan újításaik, megmozdulásaik, ami azért elég jó Alapot nyújtanak arra, hogy az emberek találgassanak, hogy milyen irányban mozdulhat el a, a, az ipar, úgyhogy ő ebből az irányból fog beszélni nekünk, aztán beszélni fog nekünk. Marketcomtól Simon Attila okos ugyanis ő egy teljesen más szegmensét látja ugye ennek az okos iránynak a kész okos megoldásokhoz képest. Ők ugye a végfelhasználói egyes eszközöknek az okosítása irányából fog egy érdekes előadást tartani. Aztán várjuk a, a Lögrannak a, az előadását is majd, ahol arról fognak beszélni, hogy a Lögrannak egy nagyon érdekes portfólió van, ugye a Lögrannak az a, az a taktikája, és egyébként sok ilyen nagy vállalat van, hogy az egyes technológiákat, ami bepasszol az ő, ő víziójukba, azokat megvásárolják, és utána ezt próbálják összefésülni a saját megoldásaikkal, és ha épületautomatizálás okos otthonról beszélünk, akkor a Lögrand esetében több ilyen irányvonal van, eszközirányvonal van, és ezeket ők elkezdték összefésülni, és hogy mik a tapasztalatok benne, hogyan lehet ezt jól kivitelezni, úgy, hogy ne veszítsenek rajta igazából, erről fog majd beszélni. Aztán ott lesz a Schneider Electric, akik ugye a Weiser rendszerük esetében a tuja platformra helyezték a, a súlyt, és hát mondhatni azt, hogy meg, megteremtették a tuja ö, eszközpalettában a toppot tehát, hogy olyan minőségbiztosítás van mögötte, a meglévő eszközeiket olyan szinten integrálták a tuja rendszerével, amiről érdemes, érdemes meghallgatni, hiszen a, a tuja az egyik legnépszerűbb IoT platform jelenleg a világon, és nagyon-nagyon színes a paletta minőségileg is. Tehát a nagyon bóvilitól egészen tényleg a toppig találunk eszközöket, és akkor most a tetejébe fogunk belenézni ezen a téren, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. Aztán ott lesz az LPS Connect, akit említettem, ők azért érdekesek, ugye, mert mivel a tujának a közép európai bástyája, mondjuk így, itt csinálnak egy ilyen, ilyen központot is majd, és ezt, ezt viszik tovább. Ők erről fognak pont beszélni, hogy milyen irányvonal van a tujának, miket terveznek, mert hogy ugye a tujáról azt érdemes tudni, hogy ők csinálnak egy platformot, tehát kvázi a telefonos alkalmazást, amit az ember nyomogatja, meg csinálnak egy ilyen kis csip összeállítást, amit fogod a csip összeállítást, benyomod a vasalóba, most mondtam egy idézőjeles butaságot, és akkor onnantól kezdve az okos lesz, tehát hogy kvázi a platformra a hagyományos egyéb háztartási eszközöket és különböző eszközöket viszonylag gyorsan lehet integrálni. És itt vannak ö, sikeres integrációk, meg kevésbé sikeres integrációk, és ezekről is fogunk hallani majd itt az előadásokban. Jó, és akkor még valami siklattunk amiről én már hosszú hetek óta hallok itt tőled mindig. De hogy tulajdonképpen lett készítve, vagy lett csinálva egy szabaduló szoba ami okos. Így van. Erről mesélj már. Mert, <laughs> hát. Ö, Tök jók ezek a szakmai dolgok, meg nyilván ez lesz a, a, a lényegi része, de hát amúgy ne, amikor nekem ezt elmondtad, hogy van egy szabadulószoba, ami okos. Hát hogy ez milyen okos ötlet, hogy egy ilyet csinálni, hiszen amúgy a szabadulószobának a legtöbbnek pont az a lényege, hogy valami megnyomsz, és akkor kinyílik, de hát akkor ez tulajdonképpen az okos otthonnak a, így az alapja, hogy, hogy így mindent tudsz irányítani. Abszolút, és ez, ez olyannyira izgalmas téma egyébként, hogy a a koprodukciós partnereim, az Exit Games srácokat meg fogjuk majd hívni ide egy beszélgetésre, és ki fogjuk vesézni, hogy ezt hogy is sikerült meg, hogy őket mennyire gyelte be ez a történet. Mert ugye itt több kihívással küzdködünk. Az egyik a kihívás az, hogy ugye ez egy mobil szabaduló tehát ezt nekünk oda kell vinni, el kell bontani, összerakni, és működnie kell egyébként. Azért ritkán szoktunk az okos otthonokat szétbontani, aztán újra összerakni, de ez is lehetséges. A másik meg, hogy egy olyan élményt kell biztosítanunk benne, amit lehet, ugye egy szabaduló esetében általában egy szobába zárnak be, és akkor van egy órád. De itt, hogyha szeretném, hogy minél többen kipróbálják, ezt egy kicsit le kell rövidíteni, illetve olyan szinten kicsit egyszerűsíteni kell, tehát lineáris a, az esemény, esemény a szabaduló szobának, viszont feladatban nem szabad egyszerűsíteni, úgyhogy ez, ez így teljesült egyébként eléggé szépen, és én nagyon büszke vagyok a srácokra, mert nagyon pöpec megoldást tettek össze, hogy egy kicsit többet is mondjak rajta, és ne csak itt répuszkóban beszéljek erről a történetről. Madame Nova rejtét kell megfejteni a, a, az itteni szabaduló sátor. Hát nem is tudom, minek mondjam, mert hogy igazából a cél nem feltétlenül a kiszabadulás lesz itt, hanem a Madame Nova rejtéjének a megfejtése. Számos olyan eszközt integráltak be a srácok, amelyek az okos otthonoknak a része is egyébként illetve olyan funkciók kerültek beépítésre, amit egyébként utána jól meg is lehet majd beszélni, hogy, hogy azt az otthonunkban, azt az adott funkciót, amit a szabadulószobában egyébként észre nem veszed hozzá, teszem, hogy ez okos. Tehát, hogy hozza azt a az élményt egyébként, mint egy jó okos otthon, mert egy jó okos otthonban normál esetben nem tudod, hogy ez okos otthon, hiszen ő szépen teszi a dolgait. Itt is így néz ki a, a dolog, hogy ő szépen teszi a dolgait lépésről lépésre. Néha elámulsz egy-két dolgot, hogy úristen, itt mi történt, de, de láthatatlanul teszi, és utána, hogy amikor a, a, a játék végén ezt, ezt tudatosítjuk, hogy ezt milyen eszközökkel, hogyan mint oldottuk meg, és hogy ezt az otthonunkban hogyan is lehet megva megvalósítani, akkor ez egy plusz élményt ad. Hát tök menő, hogy így... Szóval, hogy így azon... Ez, amikor nekem ezt először mondtad, így tudod, ez a... Bá, tényleg, hát, hogy ez pedig miért nem jutott senkinek eszébe, meg hogy, hogy így mennyi fél helyen lehet aztán ezeket az eszközöket integrálni, hogy ez mennyire... Tehát ez, ez ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy azért va, ha, ha valaki innen közelíti még ezeknek az eszközöknek a használatát, vagy, vagy, vagy nem tudom, tehát hogy így így ne a, a nagy cégek felfogásából induljon ki, hanem kicsit csavarjunk már uh -huh. az egészen, és hogy mennyi mindenre lehet használni, ez megint azt eredményezi, hogy egy elkezd terjedni ez az egész. Uh, most személyes kérdésünk, mennyire izgulsz így a... a tehát, hogy, hogy élőben, tehát, hogy először lesztek közönség előtt, és nem egy képernyő előtt. Kösz a kérdést, eddig nem izgultam. <gül> <gül> Na, de ak ak Igen, akkor jó. Úgy jogos. teszem fel a kérdést, hogy Mik a várakozások? Mennyire vagytok már így felpörögve, hogy itt tulajdonképpen egy hónap múlva a Lurdi házba sok-sok emberrel találkoztok? Abszolút fel vagyunk pörögve. Most még azért mondjuk úgy, hogy amikor a WC-be és nyakig vagyunk, azt érezzük körülbelül. Igyekszünk nem elsüllyedni. Rengeteg mindent kell nyilván megvalósítani, összeszervezni. És azért nehéz abból a szempontból előre következtetni dolgokat, hogy volt két évünk, amíg nem volt semmilyen konferencia, és a felhasználó igények nagyon sokban változtak. Ezért is próbáltunk olyan dolgokat becsempészni itt a, akár a robotporszívó verseny, akár a szabaduló szoba irányvonalában, ami egy kicsikét a hagyományos konferenciához képest elrugaszkodik, és, és valami élményt próbál pluszba még adni. Öm, egyébként ugyanígy meg lesz, ö, igyekeztünk a, az okosotonokat láthatóbbá tenni, ezért a kiemelt támogatók esetében lesznek olyan makettházak, ezek ilyen 80 centi magas kis makettházak lesznek, amelyek ö, próbálják azt az élményt visszaadni, amit mondjuk egy sima demófallal, ugye úgy szokták nevezni, ahol fönn vannak az eszközök, nem feltétlenül lehetne visszaadni. És ö, Elő, utólag, előre is utólag is köszönet Virág Zoltánnak, aki ebben besegít egyébként, és segít összeállítani ennek a, a maket a, a, paraméterét, és életre kelteni ezeket a kis házakat. Úgyhogy hogy minden esetben igyekszünk olyat, amivel ha odamész, rögtön kapsz valami élményt, és rögtön kézzelfogható neked lesz egy-egy funkció, hogy az, az miért is jó. Miért is van szükséged arra éppen az otthonodba, és nem arra mondjuk, hogy éppen villogtassad a lámpát. Tehát öm, igen, izgulok, válaszolva a kérdésedre. Öm, mert csak azért is, mert hogy fogalmas is, hogy mennyien leszünk. Én nagyon bízom benne, hogy sokan leszünk, mert a cél az lenne, hogy minél több embernek adjuk át az információt. Szeretnénk megteremteni olyan szinten a lehetőséget, hogy aki kilátogat idén, meg majd kiáltogat jövőre, ne azt érezze, hogy ja, ugyanazok az arcok vannak ott, és ugyanazt hozták, hanem azok az arcok vannak, és egy csomó új dolgot tudok velük megbeszélni. Uh -huh. Tehát igen, közösségépítést is szeretnénk nagyon csinálni, mert mert annóval, amikor 2020. márciusában egy mitappal, élő mitappal fejeztük be utoljára, azóta nem volt élő mitappunk sajnos, és ezt most szeretnénk egy kicsikét így katyába rázni újra. Na, tök menő. Akkor, hát már most csak azt a kötelezők vannak, hogy akkor mondjuk el, hogy hol, mikor, milyen felületeken, amit most így el lehet mondani. Ja, igen. Így van. Te Itt május közepén. <gül> <gül> igen. <gül> <gül> igen. Um alapvetően ugye a, a fizikai on-site esemény az első két nap lesz, ugye ez 2022. június 3-a, 4 -e, ez Budapesten a Lurdi Ház rendezvényközpont részén lesz, vagyis az étkezőknél keresztben néz az ember, akkor itt van egy ilyen nagy rész, ott fogunk mi integetni, és ott fogunk csápolni, és ott mindenkit szeretettel várunk. Az expo részére egyébként ingyenes a belépés, egy regisztrációt persze kérünk, de azon kívül ingyenes a belépés, tehát ott, aki meg szeretné tekinteni, azt meg fogja tekinteni, meg tudja tekinteni ezeket a dolgokat. A szakmai kiállítás, illetve a konferencia részére lesznek workshopok is, tehát emiatt van egy belépő lehetőség, belépő lehetőség, ezt a smarthomeexpo.hu ilyen nagyon bonyolult e-mail címen lehet megtalálni, de megtaláljátok az okosotthon.guru oldalon is, hogyha ezt hamarabb megjegyeznétek, vagy erre jobban emlékeznétek. Egyébként az online rész, ez az, az utolsó nap, ötödike vasárnap, az az Ermit felületén lesz, ez ugyanúgy el lehet majd érni egyébként a, az említett honlapról, és próbáltuk a tavalyi expo élményét még egy kicsikét megtúráztatni, és egy olyan felületet adni azoknak, akik esetleg valamiért nem tudnak ellátogatni, itt gondolok azokról, akik határon túron élnek és onnan kapcsolódnának be, mert érdekli őket ez a téma. Nekik lehetőségük lesz itt élőben is online felületen keresztül kommunikálni a többiekkel, hiszen van, van számos olyan lehetőség, ahol, ahol beszélgetni lehet, részt lehet venni ugye az adott előadásokat követően is, meg is ugye a, egy ilyen beszélgetés részbe. Illetve amit ne felejtsünk el szintén az online appal kapcsolatban, hogy hát ott lesztek az őrültek, tehát hogy azért ezt, ezt ne felejtsük el. Tavaly az egyik színfoltja volt az eseménynek, hogy hogy a Csongi és a Geri reggel felkeltek, és Carvey, és közben néha iszonyat nagy baromságokat mondva, de de az emberekben lelket tartva ott voltak. és. Hát hoztolták egy picit. Abszolút, tívia. teljesen, tehát imádniak valók voltak, ezt idén is meg, megismételjük velük, Úgyhogy, úgyhogy ezt mindenkinek ígérhettem, és fenyegetésnek is vehetitek, hogy ott lesznek a srácok, és ők is valamennyire kiveszik magukat ebbe a kavalkádba, amit majd online is. Na, hát én egyrészt sok sikert kívánok, meg kitartást. Szépen. Én is ott leszek. Uh, úgyhogy uh, úgyhogy uh, majd beszámolok arról is, tehát hogy most te beszéltél az egészről, majd amikor lement, akkor majd én fogom elmondani én a, fogom a, fejem, a de dehogy is. És hát aki most jelenleg hallgat minket, az nyilván azért hallgat minket, mert így az okos otthonok iránt érdeklődik. Úgyhogy kedves hallgató, neked így ez a legideálisabb program erre a ERA hétvégére, a június 3-ai há hétvégére. Szóval így tessék felmenni az említett honlapra, regisztrálni, találkozunk a Lurdi házba, meg az összes ilyen, nem tudom, hangzatos marketing szöveget még el tudnám mondani, de tényleg szóval, hogy hogy jöjjön mindenki már, mert a tavaly is nagyon jó volt, úgy, úgy is, hogy online, így meg, hogy most már on-site, ugye? Így, mondok, így on -site lesz, így aztán és elnézést mindenkitől, hogyha én többször sorba állok a szabaduló <laughs> De én az biztos többször, többször ki fogom próbálni. Van. Hát a kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk, következő adásunkkal is hamarosan jelentkezünk. Szia! Szevasztok! Ez a műsor a Showcast műsorcsalád büszke tagja. További műsorokért keresd fel a showcast.tech oldalt.